az érintetlen csoda oázisa. Utóda a napjainkig visszhangzó vad geológiai múltnak. Páratlan természeti szépség és vibráló élet. Ez az amerikai táj három ékszere. A világ legszebb nemzeti parkjai. A Grand Canyon, a Yellowstone és a Yosemite Park. Elődeink felismerték a természeti csodákat, és tudták, hogy meg kell őket őrizni az utókor számára. Ma e parkok élő tanúi Amerika múltjának és jelenének. A Grand Canyon. ...1869-ben a félkarú polgárháborús veterán John Wesley Powell járta be elsőként teljes hosszában a Colorado folyót. Úgy ereszkedett le embereivel a háborgó zúgókon, hogy soha nem tudta, mi vár rá a következő kanyarulatban. Powell a wyomingi Green Rivernél kezdte meg expedícióját, majd Utah állam átszelése után érkezett meg a Grand Canyonba. Powell szemével most bepillanthatunk egy régmúltban nyíló ablakon. Geológia professzorként saját elméleteket dolgozott ki a rendkívüli erőkről, melyek kialakították e szakadékot, és mindegyik elmélet egy pontban csúcsosodott ki. Kövesd a folyót, mondta Powell. Ott kezdődik a történet. Powell úgy gondolta, és később más tudósok is megerősítették, hogy a Grand Canyont az időjárás szélsőségei formálták. Szél és dühöngő zuhatagok vájták a földbe. Egykor az Egyesült Államok egész nyugati területét víz borította. Később, úgy 5-10 millió évvel ezelőtt a Szikláshegységtől délnyugatra kiemelkedő földbe véste útját a mai Colorado folyó. Az évmilliók során a folyó és mellékfolyói mészkőben és puha homokkőben vágtak utat maguknak. Kietlen peremének vulkáni tevékenysége időről időre lávával árasztotta el a kanyont, további fordulókkal és kanyarokkal gazdagítva a folyó útját. 2 millió évvel ezelőtt a folyó hossza elérte a 2200 kilométert, és a Cortez-tengerbe ömlött. Maga után hagyva egy 440 kilométer hosszú, helyenként másfél kilométer mély szurdokot, amelyet ma Grand Canyonnak nevezünk. És amely még a világűrből is látható. Ma a Grand Canyon tudósok százai számára kínál vonzó kutatási témát. Nincs még egy hely Amerikában, ahol a geológiai múlt ennyi rétege látható, s amely az észak-amerikai kontinens kialakulásának jobb megértését szolgálná. A tudás keresése nagyszerű dolog, de rendkívül veszélyes is lehet. Amikor a Colorado folyó utat vágott magának a Colorado fennsík nyugati szélén, nyitott földtörténeti tankönyvé varázsolta a vidéket.
Ez a sziklaalakzat a Mississippi vörösmészkő 350 millió éves. A mészkő megőrizte a fosszíliákat. Tengeri liliomhajtások, krinoid darabka, moha állatok, pörgekarúak, mindenféle jó lelet. A vörös mészkő, mint láthatják, valójában szürke színű. A felettünk lévő szupai alakzattól kapja a vörös színét. A szupai alakzat vörös rétegeire ráesik az eső, és kimossa a vasoxidot, amely a mészkőn végigfolyva szép vörös színűre festi a szikla felületét. Ahogy a geológusok leereszkednek a sziklákon, egyre messzebb mennek vissza az időben. A Grand Canyon élő, lélegző laboratóriuma 1,2 milliárd évet tár elénk, a Föld egész történetének csaknem egyharmadát. Minden egyes kanyar új és új kincseket fed fel a kutatóknak. Barányit és hatalmasat. Világokat a világban. Élőt és holtat. Lapokat a Föld történetéből. Emlékeket, melyeket megérinthetünk kutatókezünkkel. Ez a fényes angyalpala. 530 millió évvel ezelőtt egy sekély óceán feneke volt. Ez az üledék iszapból keletkezett, és ebben az iszapban igen sok élőlény élt. Habár igen ritkán látjuk ezen organizmusok testének maradványait, a nyomaikat gyakran megtaláljuk. Ez a lemez egy háromkaréjos ősrák nyomát őrzi, ahogy élelem után kutatva elhaladt a fenéken, felkavarva az iszapot. Amikor egy ilyen állat táplálékkal kecsegtető üledéket talált, beásta magát az iszapba, és az itt látható mély nyomot hagyta maga után. Noha elég kevés fosszília van a birtokunkban, nagyjából így nézhetett ki egy háromkaréjos ősrák. Ez körülbelül akkora, mint az, amelyik itt ezt a nyomot hagyta maga után. Itt látható a lábnyoma egy nagy hüllőnek, amely felfelé igyekezett a homokdűne felszínén. Itt van egy nyom, itt a másik. És látható, hogy miközben az állat felfelé haladt, hátrafelé tolta a homokot, kis karét képezve a lábnyomok mögött. Ezen kívül maga után húzta a farkát. Innen származik a hullámos nyom a lábnyomok között, melyet a farok hagyott haladás közben. A kanyon falat mindig is nagy számú élőlény lakta. Ritka kaktuszfajták, madarak, rovarok. Itt éppen egy veszélyes pókölő fürkészdarázs indul zsákmányszerző útra. Nevét onnan kapta, hogy a madárpókokat, azaz tarantulákat is félelem nélkül megtámadja. A tarantulák és más pókok hosszú ideje lakói ezeknek a szikláknak. 270 millió évvel ezelőtt egy pók mászott végig a homokdűne felszínén. Úgy véljük, hogy a mai farkaspókhoz hasonlíthatott. És itt láthatjuk a lába által hagyott nyomot. E terület fölött láthatók a tetőhöz vezető elmosódott nyomok, melyeket a szél összezavart. A felszínt nyilvánvalóan megszilárdította a fagy, így a nyomok konzerválódtak, ahogy egyre több homokréteg került rájuk. Mivel David Elliotot érdekelte a fosszíliák konzerválódásának mikéntje, különleges figyelmet fordított egy bizonyos kőzetrétegre, ahol ősi homokdűnék létezésének bizonyítékait láthatjuk. 270 millió évvel ezelőtt ezen a helyen hatalmas sivatag terjeszkedett észak felé egész Montanáig. Ebben a sziklafalban látható egy keresztszelvény a Kokkonino homokkőrétegből. Vannak viszintes eróziós felszínek, közöttük viszont a homokdűnékre utaló ferde felületek találhatók, amelyek jobbról lefelé lejtenek. Ez azt jelzi, hogy a szél jobbról balra fújt, felhordva a homokot a dűnére, majd át az előső oldalára.
A természet erői mellett, melyek kialakították a kőfalakat és konzerválták a fosszíliákat, egy páratlan teremtmény is lakta a Grand Canyont, amely alaposan hozzájárult a múltra nyíló ablak kitárásához. A kanyon egyik legrégibb őslénykutatója ez a kíváncsi hörcsökfaj. Ezek a megszállott kis rágcsálók 40 millió éven át töltötték meg fészeknek nevezett otthonaikat csontokkal, kavicsokkal, fűvel, fogakkal, vagy akár ősi indián sarumaradványokkal. Bármi érdekeset, amit találtak, vizeletből és székletből kevert ragacsos anyaggal vontak be. A végeredmény egyfajta időkapszula, az úgynevezett Amberat. A fosszíliákat őrző hörcsökfészkek kulcsfontosságúak voltak annak megértésében, hogy az elmúlt 50 ezer évben hogyan változott a környezet a Grand Canyonban. Itt láthatunk egy hörcsökfészket. Beszorult ide a szikla hasadék alá. Látják, itt vannak az egyes időszakokat jelző rétegek. Sokan kíváncsiak arra, hogy honnan tudjuk, mennyi idős egy ilyen lelet. Bármennyire is furcsa, ez az erős szag legalább 4000 éves. Radiokarbon eljárással határozzuk meg a trágya és a növényszárak korát, például ezért a borókájét. Ezen kívül egy Douglas fenyődarab is látható itt. Miután minden rétegből mintát vettünk és radiokarbon eljárással meghatároztuk a fosszíliák korát, megtudjuk, mikor milyen növények éltek itt. A fészkekben talált sok egyéb tárgy mellett egy buzgó kis rágcsálónak sikerült begyűjtenie néhány óriás lajhár csontdarabkáit. A kutatók ma már tudják, hogy ez a kihalt lajhárfaj, mely nagyobb volt egy ökörnél is, alig 10 000 évvel ezelőtt még élt itt a kanyonban. Bár a kanyon kihaltnak látszik, a valóságban több ezer növény és állatfaj vetette meg itt a lábát 2 millió év alatt. 10 000 évvel ezelőtt egy egészen másfajta, művészi tehetséggel megáldott lény érkezett, két lábra emelkedve a kanyonba, hogy itt hagyja keze nyomát. Az őslakos amerikaiak csaknem 10 000 éven át lakták folyamatosan a Grand Canyon peremét. Törzsi hovatartozásuk különböző volt. Anaszázik, Sinaguák, déli Paiuték, Páik, Hualapik és a Havasupaik, a kékes zöld vidék népe. Időszámításunk szerint 900 körülre az indiánok megtették első lépéseiket a kanyon mélye felé. Itt állok az Unkar deltájában, a Grand Canyon béli anaszázi indiánok legnagyobb ismert lakóhelyén. Időszámításunk szerint 850 és 1200 között az anaszázi indiánok lakták a mögöttem látható egész területet. Itt található az egyik településük. Egy ilyen méretű településen körülbelül 4 család élt. Ezt itt 1050 és 1180 között lakták. Az anaszázi indiánok érdekessége az, hogy nem csupán az Unkar deltáját népesítették be, hanem 2700 egyéb települést is végig a Grand Canyonban. Ha bárhol friss vizet találtak, vagy feljárót az északi és déli perem felé, az anaszázi indiánok otthagyták bizonyítékként kezük nyomát a mai generációk számára. Az indiánok élelmiszereik tárolására gyakran vájtak biztonságos barlangokat magasan a folyó fölött. Például ezeket a Nankovi Point feletti magtárakat. Valószínűleg kanadai vadjúra, nyúlra és szarvasra is vadásztak. Késő tavasszal kukoricát, tököt és babot ültettek a nedves homokpartokra. Kora nyaranta a patakmedret és a delták dűnéit művelték. Háziasították a birkát, a kutyát, a kecskét, tökéletesítették a vízhordó kosarakat és a lyukkarost szandált. De 1200-ra aranykoruk rejtélyes módon leáldozott. Még az 1850-es években is lakták kisebb törzsek a kanyont, amikor a fehér ember komolyan megkezdte itt a feltárást.
Az első sápadt arcúak közt volt John Wesley Powell is. 1869 nyarán Powell megkísérelte kiszínezni Amerika térképének utolsó nagy fehér foltját és megrajzolni a Colorado folyó navigációs térképét. A kanyonban tett utazása során Powell látta és megörökítette a sziklafalakat, zuhatagokat, iszapcsúszamlásokat és magának a folyónak a tájra gyakorolt erodáló hatását. Becslése szerint ezek az erők hozzávetőlegesen 50 millió évvel ezelőtt kezdték formálni a kanyont. Az újabb kutatások azt bizonyítják, hogy az erózió drámai hatása csupán az elmúlt 4,5 millió évben formálta a völgyet. Ez azt jelenteni, hogy évente körülbelül 6-8 millió tonna hordalék halad át a Grand Canyonon. Powell 100 napos útja során napi feljegyzéseket készített geológiai megfigyeléseiről és megpróbáltatásairól. Ahogy közeledünk, egyre hangosabb a morajlás, és a sebesen rohanó víz nagy hullámokban törik meg a sziklákon, zubogó fehér habbá válva. Csak nem 1000 láb választ el a gránitfal tetejétől, így lehetetlen szárazföldön megkerülni az úgót. Vagy át kell mennünk rajta, vagy elhagynunk a folyót. A folyón töltött 2 hónap alatt Powell emberei kimerültek, készleteik elfogytak, hosszú facsónakjaik megsérültek, beszivárgott a víz, de a legrosszabb még előttük állt. Egy egész sor ijesztő zúgó. Az expedíció fele a veszélyes folyóvíz vége előtt feladta a küzdelmet. Megpróbáltak felmászni a kanyon falán, de soha senki nem hallott róluk többet. Powellnek sikerült végigmennie a Grand Canyonon, és kalandja az emberi akaraterő méltó szimbólumává vált. Példáját mások is követték. Művészek, fotósok. Képeik össznépi lelkesedést váltottak ki a kanyon csodái iránt. Közülük a legismertebb egy pennsylvániai testvérpár, Ellsworth és Emory Kolb volt, akiket megígéztek a vadnyugati legendák. Ez volt az a szemkápráztató hely, ahol a két nagyszerű fényképész Ellsworth és Emory Kolb 1904-ben megalapította fotóüzletét és otthonát. Kolbék anélkül építették fel ezt a házat, hogy tudták volna, mit csinálnak. Egyikük sem értett sem a tervezéshez, sem az ácsmesterséghez, de ez nem volt akadály. Nem is találkoztak olyan fadarabbal, ami ne tetszett volna nekik. Folytatták a munkát, és egy 5 emeletes házat építettek, szobáról szobára, fatörzsek, valamint a környéken összeszedett fadarabok felhasználásával. Előadó teremtől kezdve a sötét kamrán át, az ajándékboltig minden volt benne, ami a munkájukhoz kellett. Itt nyitották meg üzleti vállalkozásukat. Kolbék érdekes megállapodást kötöttek a vasúttársaságokkal, melyek vonataikat közvetlenül a fivérek stúdióablaka előtt állították meg. Az utasokról csoportkép készült, és mivel a tető nem volt tiszta víz, az egyik testvér 7 kilométert futott le a folyóhoz, előhívta a fotólemezeket, majd 7 kilométert futott felfelé, hogy eladja őket a visszatérő turistáknak. A Kolb fivérek mutatványos vénája elősegítette a kanyonba irányuló turizmust. Egyik legrangosabb látogatójuk 1903-ban érkezett ide. Theodore Roosevelt elnököt lenyűgözte mindaz, amit a kanyonban látott és tapasztalt. Soha amerikai elnök nem hangsúlyozta jobban a környezetvédelem fontosságát, mint ő az itt elmondott beszédében. Azért jöttem ide, hogy lássam a Grand Canyont. Meg sem kísérlem leírni, milyen, mert lehetetlen. Nem találok szavakat, melyekkel elmondhatnám, vagy amelyek képesek lennének érzékeltetni a kívülállónak, hogy milyen is a kanyon. Arra kérem önöket, tegyenek meg valamit saját magukért és hazájuk érdekében, tartsák meg ezt a csodát olyannak, amilyen. Őszintén remélem, hogy senki sem épít ide semmilyen épületet, sem nyári lakot, sem hotelt, sem egyebet, amellyel tönkretennék ezt a pazarlátványt. Tartsák meg ilyennek ezt a páratlan természeti csodát. Őrizzék meg a kanyon vonzó szépségét. Maradjon meg ilyennek.
hiszen emberkéz ezen jobbítani már nem tud. Legyen szó akár az erdőről, a vízről, vagy a kilátásról. Vigyázzanak rá, hogy gyermekeik, gyermekeik, gyermekei és mindenki, aki önök után jön, gyönyörködhessen ebben a páratlan természeti csodában, amit minden amerikainak látnia kell. Roosevelt szavai meghallgatásra találtak. 1906-ban a Grand Canyont védett erdő területté nyilvánították. Néhány éven belül nyilvánvalóvá vált, hogy ez a kategória alkalmatlan a kanyon teljes védelmére. E monumentális természeti csoda fokozottabb védelmének népszerűsítésére a Kolb fivérek 1911-ben belevágtak a Colorado folyóról szóló első mozgófilm elkészítésébe. A nem sokkal azelőtt feltalált Pass Bay kamerával dolgoztak, hogy felelevenítsék John Wesley Powell 1869-es merész vállalkozását. Forgatás közben történt, hogy Ellsworth a folyó közepén rekedt, csónakja a szikláknak csapódott és elszabadult. Emory közben, fivére mellett elhaladva, sikeresen lejutott a zúgón. A mentés megkezdése előtt azonban elkészítette ezt a rendkívüli felvételt. A filmet emberek ezrei látták. Megnőtt az igény a kanyon további védelmére. Végül 1919-ben kongresszusi határozat nyilvánította nemzeti parkká a Grand Canyon csaknem 5000 négyzetkilométeres területét. 1963-ra a kanyont meglátogató turisták száma évi több millióra emelkedett. Az emberek nem csupán a Grand Canyon kedvéért özönlöttek ide, hanem a délnyugaton újonnan épült városok miatt is. E népességrobbanás villamos energiát követelt, és a fókuszba a Colorado folyó került. A 60-as évek elején megépítették az erős Glen Canyon gátat, hogy energiát biztosítsanak a délnyugat számára, és állandó vízmennyiséget a Grand Canyonnak az aszályos időszakokra. Az építkezés egy katonai mérnök alakulat nagyszabású munkája volt. A gát hatalmas, 270 méter mély, 2700 kilométer kerületű tavat hozott létre. A gáton átengedett víz 66 méterrel a tó felszíne alatt ered, hőmérséklete 8-9 fok. Ez az alacsony hőmérséklet folyamatos vita tárgya. A gát építésének kezdete óta tartanak attól a biológusok, hogy komoly ökológiai károkat okozhat a Grand Canyonnak. Egészen pontosan az őshonos kétéltű és halfajok miatt aggódnak. Jelenleg is több kutatócsoport dolgozik a folyón. A Glen Canyon gát jéghideg, kristálytiszta vizet enged a folyóba. Ez kedvez a folyó menti pisztránk horgászatnak, azonban komoly problémákat is felvet. Ennek az északi leopárd békának a populációja földrajzilag elszakadt a folyón feljebb élő rokonaiétól. Ma ez a faj kizárólag itt, a Glen Canyon gát alatt él. Aggódunk amiatt, hogy idővel ez a populáció genetikailag eltávolodik a felső folyás populációjától, ami akár a kipusztulásához is vezethet. A Glen Canyon gát miatt kihalt a Grand Canyon őshonos halainak mintegy 50%-a. Ez itt egy fiatal púposátú fejes domolykó, veszélyeztetett faj. Egyike azoknak az őshonos fajoknak, amelyek megmaradtak a Grand Canyonban. Ma az összes őshonos hal a mellékfolyókban ikrázik, melyek közül csak néhány alkalmas erre. Ugyanis ezekben a mellékfolyókban a vízhőmérséklete magasabb. Amint a halak kikelnek, leúsznak a Colorado folyóba, ahol meleg, termékeny területeket kell találniuk, hogy táplálkozhassanak, növekedhessenek. Mivel kisméretű halak, ez nem könnyű számukra. A víz hőmérsékletén kívül a gát a folyót szegélyező homokpartokra is hatást gyakorol. E homokpartok számos növény és állat fontos életterei, és folyamatos feltöltésre van szükségük.
A gát megépítése előtt a folyó naponta 380 ezer tonna hordalékot szállított, miközben végigjárta útját a kanyonban. A Glen Canyon gát ezt a mennyiséget a 10%-ára csökkentette. Az ökoszisztémában betöltött fontos szerepük miatt a tudósok megoldásokat kerestek a homokpartok helyreállítására. 1996. márciusában hatalmas árvizet keltettek. Egy egész héten át összesen több mint 5 milliárd hektoliter vizet eresztettek a kanyonba. Bíztak benne, hogy az ár felkavarja a folyómeder iszapját és segít újjáépíteni a homokpartokat. "1990 óta végzett munkánk szerves része, hogy rendszeresen ellenőrizzük a homokpartokat. Jó! Hogy figyelemmel kövessük a változásokat. Azt, hogy hogyan épülnek, vagy hogyan erodálódnak. És valóban jelentős növekedést tapasztaltunk a partokon lerakódott homok mennyiségét illetően. Körülbelül 170%-os növekedést regisztráltunk az elárasztás után. Most körülbelül másfél évvel később az elárasztáskor felhalmozódott homok 80%-a még mindig megvan." Míg a változás a Colorado folyó ökoszisztémájára negatív hatást gyakorolt, más fajok esetében gyarapodást idézett elő. A sikertörténetek talán legjobb példája az, hogy a Grand Canyon vadvilága a mai napig gazdagon tenyészik. Nagyobb számban él ma itt a ritka vándorsólyom, mint bárhol Amerikában. Jól érzi magát a gyönyörű kanadai vadjú és az éjszakai életet élő szalmaszínű skorpió. Nappal a skorpió alszik, de éjszaka gyakran látható, amint vacsora után kutat a sziklákon. A Grand Canyonban bőven van példa a fajok közötti kölcsönhatásra. Minden faj adaptálódik saját lakóhelyéhez. Az északi hegykoszorú 3000 méter magas alpesi ökoszisztémájától a csupán 400 méter magasan fekvő sivatagos River Canyonig. Az élőhelyek mikroklímája, a magasság és a páratartalom függvénye drámai eltérésekkel. A kanyonba látogató turisták úgy találják, hogy az északi hegykoszorú Amerika egyik legszebb erdeinek ad otthont, ritkaság számba menő kilátással. Az északi hegykoszorú felső széle mentén található az a hely, ahol a kanyon egyik legérdekesebb faja lakozik. A kaibab mókus. Fehér farkáról és fekete hasáról ismerhető fel. A kaibab az északi oldalon él egy kis területen. Az abert mókusnak, a kaibab távoli rokonának fehér farka és fehér hasa van. A kanyon túlsó déli oldalán él. A tudósok úgy vélik, hogy körülbelül 10 000 évvel ezelőtt a mókusok különböző evolúciós útra léptek. Az átjárhatatlan kanyon választotta el őket. Sylvester Allred, az Észak-Arizonai Egyetem biológusa évek óta tanulmányozza a kaibab és az abert mókusokat. "Ma reggel a Grand Canyon déli oldalán az abert mókusok táplálkozásának nyomait keressük. Például tobozokat. És már látok is néhány friss tobozt, amiből a mókusok az elmúlt néhány napban valószínűleg lakmároztak. És ha felnézünk a fejünk fölé, ott van egy. Ahogy felnézünk, látjuk, hogy a mókus a fenyőág vége felé kúszik.
Kimászik az ág végére, magához húz egyet, letöri és megfosztja a tűlevelektől, mint ezt. Majd fogja a maradékot és forgatni kezdi, nagyjából úgy, ahogy a kukoricát tesszük, a mellső lábai között. Majd végül eldobja az ágot. De a mókusok legfontosabb tevékenysége a sárga fenyőkből álló erdő szempontjából, hogy amikor leásnak a talajtakaró alá, kihúzzák a bazidiumos gombákat. Ezek a gombák a fenyő gyökerein nőnek, és amikor a mókus a felszínre hozza és megeszi őket, általában közvetlenül a kiásott üreg mellett fogyasztja el. Majd miután az erdőben szögdícselve elhullatja ürülékét, a spórák ismét belekerülnek a talajtakaróba. Végül ismét találkoznak a fenyőgyökerével, és segítik a fákat a növekedésben. A mókus ürülékből kikerülő spórák nélkül nehéz dolog lenne jó sárga fenyőerdőt fenntartanunk itt, Észak-Arizonában. A mókus gomba iránti szeretete nagymértékben segíti a sárga fenyőt és a solymokat, melyek a mókusokra vadásznak, rákényszerítve őket, hogy jól elrejtsék a fészküket, még szorosabbra fonva az ábertek, kaibabok, gombák és sárga fenyők kapcsolatát. Évente csaknem 5 millió turista látogatja meg a kanyont különböző évszakokban. Hegymászók, táborozók, vadvízi evezősök vetik bele magukat a szépségekbe. A kanyon a föld legnagyobb csodáival ajándékozza meg ezeket a modernkori kalandorokat és a völgyet tanulmányozó tudósokat. A Fényes Angyal néven ismert hegymászó útvonal talán a leglátogatottabb nemzeti parki útvonal az Egyesült Államokban, mégis megőrizte a magányossággal vegyes tisztelet érzetét, melyet Roosevelt elnök is megtapasztalt. A Grand Canyon történelme, örömei és izgalma ma is visszhangozzák a rettenthetetlen John Wesley Powell szavait. Kövesd a folyót! Miközben a Colorado folyó folytatja végtelen útját, néhány száz kilométerre északra meleg föld alatti sártavak és kirobbanó gejzírek fűtik fel a föld felszínt egy gyönyörű vidéken, amelynek neve Yellowstone. A Yellowstone Nemzeti Parkot az Egyesült Államok Serengetijének is nevezik. Ez az észak-amerikai éden nem csak az állatok sokaságának ad otthont, hanem egyedülálló és lenyűgöző geológiai látványosságoknak is. A
A geotermikus hasadékok 60%-a és a föld gejzírjeinek 80%-a, beleértve a vén hűségest, a park területén található. A gőz özönt tápláló, a föld magjából eredő hő csupán egyetlen elem a hatalmas ökoszisztémában. 890 ezer hektárnyi erdő, rét és alpesi csúcs varázsol oázist Yellowstone-ból a kontinens szívében. Két millió évvel ezelőtt egészen más tájkép fogadta a látogatót. Egy elképesztő méretű vulkánkitörés több mint 600 köbkilométer hamut és törmeléket szórt szét Észak-Amerikában Mexikótól Kanadáig. Ez volt az első abból a kitörés sorozatból, amely a mai Boise közelében kezdődött és északkeleti irányban folytatódott. A második kitörés 630 ezer évvel később következett be. E kettővel egy vonalban, hasonló 630 ezer éves időkülönbséggel egy harmadik kitörés létrehozta azt a területet, ahol a világ első nemzeti parkja, a Yellowstone létesült. Senki nem tudja, meddig tartott az utolsó kitörés, hetekig, esetleg hónapokig. De ez alatt a rövid idő alatt két gigantikus méretű hegylánc robbant apró darabokra. A hömpölygő, izzó, fémes föld több ezer méter magasra lövelt fel az ég felé. A forróság több száz kilométeres körzetben belélegezhetetlenné tette a levegőt. Halálcsapda minden élőlény számára. Még ma is csak nem ezer termikus hasadék ereszti ki magából e kataklizmaszerű esemény végtermékét. Egy hatalmas geológiai zűrzavar gőzeit. Dr. Bob Smith, a Utahi Egyetem geofizikusa, a Yellowstone geológiájának egyik legelismertebb tudósa. Több mint két évtizede kutatja az ősi múltat és a jövőt, amely még csak most formálódik. Geológiai szempontból Yellowstone ma is ugyanolyan élővidék, mint történelme során bármikor. Dr. Smith és kollégái krónikába foglalják a Nemzeti Park egyedülálló geológiai lüktetését, mechanizmusait és változásait. Smith egész sor műholdas helyzet meghatározó és szeizmografikus műszert helyez el a Földön. Ezek a vevőkészülékek katonai műholdak jeleit rögzítik, így a kutatócsoport több mint két tucat megfigyelő helyet mérhet, szinte egy helyben állva. A legfontosabb, amit itt látunk, egy hatalmas hőforrás. Hője a magmarendszerből ered, amelyet úgy hívunk a Yellowstone kemencéje. Ez a hatalmas hőforrás 150-300 kilométerre található a park alatt. Ha elindulnánk lefelé a járatokon, amelyek behálózzák a föld alatti Yellowstone-t, alig 20 méter után számos repedést és elágazást találnánk, melyek folyamatosan megtelnek a felszínről leszivárgó vízzel. Ahogy a víz túlmelegszik, bugyborékolni kezd és felfelé tör, gejzírként spriccelve ki a földből. Még lejjebb haladva, 240 kilométeres mélységben szivacsos, porózus sziklák közt haladnánk, melyeket félig olvadt magmával teli üregek juggatnak át. Ez a kénhidrogének és a kénsav világa. Itt találkozunk
a kemence legfelsőbb részeivel. Hatalmas terület, ahol a hőmérséklet akár 1000 Celsius fokig is emelkedhet. Keresztmetszetben szemlélve a magmát, látható, hogyan égeti a hő a földfelszín mozgó kérgét. A Yellowstone egész földfelülete folyamatos kölcsönhatásban áll ezekkel az energiákkal. Például 1923-tól 85-ig az egész Yellowstone-i lemez körülbelül egy métert emelkedett. Most a park süllyed, évente durván 1-1,5 centit. Tehát úgy néz ki, hogy ez a nagy lélegző földdarab folytonosan hullámzik, és ez az évtizedek alatt megmutatkozó relatív mozgás arra enged következtetni, hogy élő geológiai jelenséggel állunk szemben. A Yellowstone ugyanakkor a mai napig rendkívül intenzív földmozgások színtere. A hő összenyomja a földfelszínhez közeli rétegeket, megemeli, leereszti, és miközben recseg-ropog földrengéseket indukál. A földmozgások gyakorisága olyan nagy, hogy szó szerint akár 100-at, 1000-et is észlelhetünk naponta. Bob Smith Yellowstone-ban végzett geológiai kutatásai nevezetes eredményre vezettek. Lehet, hogy 500 vagy 5000 év múlva következik be, de nincs tévedés. Ahogy a vén hűséges minden 70. 110. percben feltör, úgy törnek fel a vulkánok a Kígyó folyó deltája mentén minden 630 ezredik évben. És éppen ennyi idő telt el az utolsó kitörés óta. A park számos látogatója számára e veszélyes föld alatti tevékenység kevéssé tűnik fenyegetőnek, és nem tekintik többnek, mint gyönyörű látványosságok okozójának. Holott a bizonyíték az egész parkban látható. A morajló hegyek, melyeken át hő tör elő a föld mélyéből, a mamut forrás, ahol a kalcium lerakódás évente 1/4-ével nő, vagy a bugyborékoló obszidián medence, melynél a hőmérséklet meghaladja a 90 Celsius fokot. A Yellowstone geotermikus tevékenységéből fakadó látvány csak a hasonlóan figyelemre méltó vadvilággal mérhető össze, amelynek a park otthont ad. A gazdag legelők és a sűrű erdők valóságos biológiai aranybányák. Több mint 1200 növény és csaknem 400 állatfajával a Yellowstone, mintha az ősidők paradicsomának élő ábrázolása lenne, amelyet nap mint nap előadnak a szereplők Amerika ekies vidékén. Thank you.
Magányos bölény kel át a Madison folyón. Néhány kilométerrel följebb a híres Yellowstone vízesés mennydörgése visszhangzik a völgyben. Korai indián telepesek látták meg először a meredek, sárga sziklák közé zárt szurdokot. Ők nevezték el a vidéket Yellowstone-nak, azaz sárga kőnek. A gejzírmedencékből feltörő számtalan forrás, valamint a hatalmas mennyiségű olvadt hólé bővízű patakokat, folyókat és vízeséseket táplál az egész park területén. Ezek cserébe rendkívül gazdag növényvilágot hoznak létre. A nagy Yellowstone-i ökoszisztéma Amerika legnagyobb mérsékelt övi erdeje. A Yellowstone viharai legendásak. Legfőképp az, ami 1988 nyár utóján érkezett. Ekkor hatalmas villám csapott az erdő fáiba. Ezt követően soha nem látott tűzvész pusztított a parkban. Csaknem 320 ezer hektárnyi erdő pusztult el. A parkvédelmi hatóság korábban elvi megfontolásból éveken át minden tüzet gondosan eloltott, amely az erdőben keletkezett. Ennek következtében nagy mennyiségű gyúlékony csalit és szárazfa gyűlt össze az erdő talaján. Amikor 1988-ban becsapott a villám, a lángok kellő tápanyagra találva zabolátlanul terjedtek tova. Itt már nem sokat tehetett az ember. Egy ilyen veszteség egész generációnyi látogatótól vonhatja meg a zöld erdő szépségét. A természet azonban sokkal türelmesebb az ilyen esetekben. Idővel a táj meggyógyul, és újjászületnek az erdők. Szeptemberi reggeleken a Hayden-völgyben nagy esélyünk van rá, hogy megszemléljük az Egyesült Államok nagy emlős faunájának leglátványosabb összejövetelét. Ez a jávorszarvasok párzásának hónapja, és az előző évek erdőtüzei nyomán magok milliói indultak sarjadzásnak, bujatalajtakaróval kedveskedve az éhes állatoknak. Csaknem 40 ezer jávorszarvas él Yellowstone-ban a nyári és őszi időszakban. A hímek bőgése és nyögése oda vonza a ragadozókat. Elsősorban a grizzlit, amiből becslések szerint körülbelül 350 példány él a Yellowstone-ban. Thank you.
A grizzly medve nagy területet igényel, és ezt meg is kapja errefelé. Ez a park a maga 9200 négyzetkilométerével Alaszkát leszámítva a legnagyobb az Egyesült Államokban. Amikor őszi szelek borzolják fel a Yellowstone nyarának nyugalmát, a vadon lakói ösztönösen tudják, hogy hamarosan leesik az első hó. Ebben az évszakban elcsendesedik a park, és nagy része járhatatlanná válik. Az utakat lezárják, és csak a legelszántabb vadonjárók merészkednek ide télvíz idején. A hőmérséklet elérheti a mínusz 45 fokot, a leesett hó mennyisége pedig a 6 métert is. Az állatok elköltöznek a hegyekből, a melegebb völgyekbe húzódnak. Csak úgy, mint évezredek óta, olyan helyeken gyűlnek össze, mint a Lamar völgy, ahol már pusztán a létszámuk elég ahhoz, hogy elriassza a ragadozókat. A szigorú tél próbára teszi az állományt, és az állatpopuláció nagysága gyakran a nyárinak a felére esik vissza. A jávorszarvasok például ezrével vándorolnak északra a park területéről, a wyomingi jávorszarvas menedékhelyre, ahol élelem várja őket. A nemzeti parkok nem avatkoznak bele a természet rendjébe, így az itt maradó állatoknak saját magukról kell gondoskodniuk. Nem könnyű a hótakaró alatt élelmet kereső, nagy testű állatok helyzete. A kisebb ragadozókat azonban jobban felkészítette a természet a zsákmányszerzésre. A préri farkas vidrára vadászik. Az élelemért folyó verseny kiélezett. Ez alkalommal a vidra irányítja a játékot. A park egy másik részén a préri farkasok nagyobb szerencsével járnak. De a túlélés összességében soha nem biztos. Napjainkig csupán egy állat hiányzott a Yellowstone vadvilágának nagy mozaikjából. Egy állat, amelynek visszatelepítése teljessé teszi a biológiai összképet. A Canis lupus, a farkas visszatérése vitákat kavart, mert ebben az országban mindig is a telepesek nagy ellenségének tartották. Versenytárs volt a vadállatok elejtésében, de rettegést keltett az emberekben is.
Oly erős volt a farkasokat körülvevő mítosz, hogy addig vadázták és gyilkolták őket, míg nyomuk sem maradt Észak-Amerikában. Most szerencsére nagy számban térnek vissza. Vissza a Yellowstone Parkba, ahova a Kanadából telepítjük őket haza. És vissza a Yellowstone-i ökoszisztémába, egy csaknem 8 millió hektáros összetett vadvilágba. A farkasok mindig vitára adnak okot, mert a farkas öl. És ismételten felvetődik a kérdés, hogy engedjük-e őket ölni, és ha igen, akkor hol? A farkasok hetente egyszer táplálkoznak, egyszerre legkevesebb 10 kiló szarvas vagy bölény húst tömve magukba. Egyesek úgy vélik, hogy a farkasok még ma is vadásznak emberre. Mítosz és fikció hatja át a köztudatot. Így nagy ellenállásba ütközünk azzal, hogy visszahozzuk őket, a sokak által a gonosz megtestesülésének vélt állatokat. Miért is csináljuk ezt? A farkas valóban az egyetlen hiányzó állat a területen. Jelentősége azonban igen nagy, ugyanis ez a legnagyobb ragadozó. És ragadozó nélkül felborul az egyensúly. Különösen az olyan parkokban, mint a Yellowstone, ahol nincs vadászat. Az idén 13 alom született 9 különböző falkában. Egy-egy alomban körülbelül 40-50 farkas kölyök lehet. Így egyetlen év alatt megkétszereződik a populáció. Úgy véljük, jó munkát végeztünk. Ez egy veszélyeztetett faj sikertörténete. A farkasok nem az emberekért vannak. Saját életüket akarják élni. És ez az élet értékes. Függetlenül attól, hogy nekünk szükségünk van-e rájuk, vagy van-e hasznunk belőlük. Vissza kellett hoznunk a farkasokat, hogy újra működésbe hozzuk az ökoszisztémát. Ez a nemzeti parkok alapgondolata, a helyreállítás, a visszarendezés. Hogy minden olyan legyen, amilyen régen volt. A visszatelepített farkasokon kívül egy másik faj is létezik, amely ismét nagy számban van jelen ebben a földi mennyországban, a bölény. Az 1800-as évek közepén körülbelül 60 millió szelíd óriás népesítette be az amerikai földeket. A Yellowstone területén élő őslakos amerikai indiánok évezredeken át istenítették a bölényt. Abban a hitben, hogy hazája háborúban áll az indiánokkal, Grant elnök nem írta alá a törvényt, mely védelmet biztosított volna a bölényeknek. Ez a vadászok és sportvadászok mohóságával és tudatlanságával párosulva, mely utóbbiak gyakorló célpontnak használták a bivajt, az állat végleges kihalását eredményezte. Ám egy 20 bivajból álló magányos csordának mégis sikerült elrejtőznie a Yellowstone-ban, telenként kihasználva annak geotermikus repedéseit. Nagyjából ugyanekkor 1872-ben nyilvánították a Yellowstone-t Amerika és egyben a világ első nemzeti parkjává. Az eredeti túlélő csorda 20-as létszáma mára 2200-ra gyarapodott. Ez Amerika utolsó vadon élő csordája. Már nem veszélyeztetettek, de vannak még problémák. 1996 telén több mint 1000 bivajt gyilkoltak le Montanában. Ezek az állatok, melyek soha nem láttak kerítést, elkóboroltak a parkból, és az állattartók attól féltek, hogy egy bankkór nevű bakteriális fertőzést terjesztenek. Ez a kór megfertőzheti a házi állatokat, a vadállományt, de még az embert is. Az állatoknál vetélést okozhat és csökkenő tejhozamot. A félelem, hogy a bankkór átterjedhet a jávorszarvasokról és a bivajokról a haszonállatokra, nagy vitákat gerjesztett. Számos tudós vizsgálja, hogy létezik-e más ellenszer a bivajok lemészárlásán kívül.
Vizsgálatokat végzünk a bankkorral kapcsolatban. Menjünk körbe. Nézzük meg azt a kettőt. Csak azok jöhetnek számításba. És a 15 percen belül nem történik semmi, oda megyünk és megnézzük azt ott. Rendben. Én figyelem ezt a baloldalit. Ez ennek a borja? Talán. Rendben. Ó, az oldalát találta. Így is jó. Ez egy több szervezetet összefogó projekt. Részt vesz benne a Montana Állam Hal, Vad és Parkvédelmi Hivatala, a Nemzeti Park Szolgálat és a magam szervezete a Biológiai Források belső osztálya. Vagyis elég sokan keresik a bankkort az élő állatokban, és igyekeznek megérteni, hogyan terjed a baktérium a bölények közt. Valójában járványtani vizsgálatokat végzünk. Jeleket keresünk, melyek arra utalnak, hogy hogyan terjed a betegség, hogyan szaporodik a hordozóban, ez esetben a bölényekben. Az állatot a morfinnál 20-szor erősebb szerrel teszik mozgásképtelenné, majd folyadékmintát vesznek a szeméből és az orrából. Vér és tejmintát is vesznek, hogy segítségükkel meghatározzák, milyen módon terjed a betegség. Helyes. Ismétlem, 482-es. Végül felhelyeznek egy rádiónyakörvet, melynek segítségével egy éven át figyelik az állat mozgását. Szeretnénk megérteni a betegség terjedésének módját. Ezt csak úgy tehetjük meg, hogy körforgásnak tekintjük a betegséget. A betegség az egyik állatról a másikra terjed, és ha megértjük ezt a körforgást, akkor képesek vagyunk megtalálni a gyenge pontját, ahol be tudunk avatkozni a folyamatba. Gyerünk! Gyerünk! A Yellowstone-hoz közel élő őslakos indiánok szívesen menedéket adnának a parkból elkóborolt bölényeknek a rezervátumukban. Véleményük szerint, melyet néhány tudós megkérdőjelez, ritka, hogy egy bölény szarvasmarhát fertőzzön meg e betegséggel. A vizsgálatok minden esetre folytatódnak. Míg az evolúció óriásai csöndesen vándorolnak a Yellowstone magas fennsíkjain, más, csak nem láthatatlan teremtmények a közelben lebegnek a park ősrégi medencéinek gőzös kavargásában. A bugyborékoló gejzír medencékben lubickoló biológiai rekorderek a földi élet legkorábbi lakói közé tartoznak. Ezek az archébaktériumok, és 3,5 milliárd évesek. Egész kémiai rendszereket népesítenek be keresztül kasul a kimondhatatlan számú aprócska lények. A park felszíne alól feltörő hő minden életforma számára ajándék. In 1967 egy Thomas Brock nevű mikrobiológus fedezte fel a magas hőmérsékletet kedvelő életet, amikor mikroszkópjának tárgylemezét ebbe a medencébe, az úgynevezett gomba medencébe süllyesztette. Belehelyezte a lemezt a medencébe és néhány napig ott tartotta. Amikor mikroszkóp alá tette, látta, hogy csak úgy hemzsegnek a lemezen az addig soha nem látott organizmusok. Arra is képes volt, hogy az organizmusokat a laboratóriumába szállítva szaporítsa. A Termus aquaticus nevet adta nekik. Az organizmusokból származó enzim a DNS polimeráz volt, a Nobel-díjjal honorált PCR, vagyis polimeráz láncreakció eljárás alapja. Az élénk színek gazdag palettája fontos jelenség, bizarr lények jelenlétére utaló jel. Ezek a lények nagy érdeklődést váltanak ki a tudósokban világszerte. Aki a Yellowstone-ba jön és megnézi a meleg forrásokat, színpompás mintázatokat láthat a víz körül. De valószínűleg eszébe sem jut, hogy mikroorganizmusokat néz. Csak a nagyon meleg vízben élnek meg. Olyannyira meleg ez a víz, hogy nem is tudom sokáig benne tartani a kezem. Ezek az organizmusok azonban épp ezt szeretik. Ez a zöldes-narancssárgás rész olyan, mintha miniatűr fácskák lennének, ha úgy tetszik. Ugyanúgy fotoszintetizálnak, mint a fák. Mi több, valószínűleg az első organizmusok, melyek fotoszintetizálni kezdtek, és melléktermékként kibocsátották azt az oxigént, amit belélegzünk. Sőt, ha ezek a baktériumok úgymond nem találták volna fel a fotoszintézist, akkor soha nem alakultak volna ki a fák, az erdők és a többi növény. Bár a fotoszintézist általában a növényeknek tulajdonítjuk, ezek a cianobaktériumok már sokkal korábban végezték ezt a folyamatot.
A kénsav, a semleges klorid és a kalciumkarbonáte talányos rejtélyes telepei őrzik az inzulin, a penicillin és a sörkészítés titkait. Így válnak a tudomány egyik legfontosabb laboratóriumává. Ez az oktopusz forrás, amelynél számos mikrobiológiai kutatás folyik. Történetét tekintve nagy valószínűséggel a park egyik legkutatottabb területe mikrobiológiai szempontból. Azért érdekes, mert itt vagyunk a medence forrásánál, ahol most megmérem a hőmérsékletet, ami közel áll a vízforrás pontjához. Most éppen 92,6 Celsius fok. Egészen mostanáig ezek a medence kifolyásánál élő organizmusok képviselték a legmagasabb hőmérsékleten előforduló életet. De a mélytengeri hidrotermikus repedések felfedezésekor még 111 Celsius fokon is találtak élőlényeket. Ha megfordulunk és megnézzük a hátunk mögött található erdőt, a legtöbb fát és füvet felismerjük benne. De ha lenézünk ide a mikrobiológia birodalmára, az itt található szervezeteknek körülbelül csupán az 1%-át ismerjük. A Yellowstone laboratóriumként szolgál más bolygók esetleges élőlényeinek kutatásához is. A legújabb földi felfedezések és a NASA Mars felszíni kutatásai olyan életnyomait keresik, amelyek a Yellowstone medencéinek és melegforrásainak organizmusaihoz hasonlóan szélsőséges körülmények közt is fennmaradnak. A Kalifornia állambeli San Diego-i Diverza Corporation 5 éves megállapodást kötött a Yellowstone-nal. Kereskedelmi felhasználás céljából új gyógyszervegyületeket és enzimeket keresnek a park hőmedencéinek mostoha viszonyai között. Az itt található, rendkívüli és szélsőséges környezetet elviselő enzimek napokig, akár hónapokig is hatásosak, míg az eddig ismert enzimek csupán néhány órát bírnak ki bizonyos reakciók vizsgálata közben. Ebből érdemes lesz mintát venni. Az ellenállóbb enzimek felkutatása és a természetes kémiai folyamatok ipari felhasználása ígéretes jövőt jósol a tiszta környezetnek. A Yellowstone számára hasznot hoz-e kutatások támogatása, és az esetlegesen kifejlesztett termékek után is részesedést kap. 1968-as felfedezése óta a Termus Aquaticus a parkból származó első kereskedelmi termék 400 millió dolláros profitot hozott a tudósoknak, akik titkát megfejtették. Ha ismét hasonló jelentőségű találmány születne itt, a park partnerként állna a kutatók mellé. A pH 8,0, a hőmérséklet pedig 85 Celsius fok. A parkban folyó biológiai kutatások áttörést hozhatnak a tudomány számos területén. Különös, hogy a bankkór okozóját, a Brucella baktériumot a park Termus Aquaticusának segítségével vizsgálják, így a kutatási folyamat egy teljes kört ír le. A gejzírek sötét, gázzal teli mélységeiből származó DNS rendkívül hasznos eszköznek bizonyulhat a bölények megmentésére irányuló kísérletek során. Egy nap az eljövendő geológiai átalakulás küszöbén a Yellowstone Park észak-kelet felé csúszik, az észak-amerikai lemez mozgásának megfelelően. De a varázslat, mely a világ legnagyszerűbb természeti csodáival ajándékozta meg ezt a vidéket, megmarad. A Yellowstone végtelen gyönyörűség és kellem forrása mindazok számára, akik vállalják a zarándokutat. A Yellowstone-ban gejzírek és hatalmas állatcsordák uralják a látképet. De messze nyugatra a Yosemite Park már más látványosságokat kínál.
Az indiánok számára ez volt a földi paradicsom. Amikor megérkeztek az első fehér felfedezők, úgy mondják, az egyik katona lerogyott és sírva fakadt tiszta szépsége előtt. Egy hely, ahol a kő, a biológia és a költészet vetekszik egymással a szuperlatívuszokért. Folyton folyvást. A látogatók milliói, akik lábukat e szent földre tették, egy néven emlegetik. Yosemite. július 10-én 80 ezer tonna gránit vált le az Epron névre keresztelt szikla tetejéről. Egy gyökerestül kitépett fa 300 méterrel odébb rakétaként csapódott neki egy turistának, aki azonnal szörnyet halt. A fal tövében hatalmas félkör alakzatot vágott a pusztítás. A Yosemite gránit falai számos hasonló eseményről mesélhetnének, azonban e sziklák még így is a világ legnagyobb, legszilárdabb gránit falai közé tartoznak. A hegymászók édenkertje ez. Egyedülálló ablak a Yosemite völgy rendkívüli geológiai alkotásaira. De kezdjük az elején. Hogy alakultak ki a Yosemite völgy meredek falai? A Yosemite földtörténete a víz alatt kezdődik. Itt kezdődött meg a hegység keletkezésének folyamata az ősi tengerfenéken több százmillió év alatt lerakódó üledékkel. Az üledék rendkívül nagy hőhatásnak és nyomásnak volt kitéve. Így alakult át végül kőzetté, melyet ma is láthatunk a Yosemite Nemzeti Park különböző részein. A kőzet nagy része, körülbelül 95%-a gránit. Ez a félkupolának és a Yosemite völgy több jelentős alakzatának is az anyaga. A gránit 80-210 millió évvel ezelőtt keletkezett, amikor az olvadt kőzet kihűlt és kikristályosodott a fölé kerülő rétegek alatt. Huszonöt millió évvel ezelőtt a Sierra Nevada sokkal gyorsabban kezdett emelkedni. Ez a hirtelen emelkedés lehetővé tette, hogy a szél, a víz és a jég koptatni kezdje az üledékes és kristályos kőzetet, felfedve az alatta elhelyezkedő gránitot. Végül az időjárás lehűlésével jéggel teltek meg a kialakult völgyek. Habár sokat emlegetjük, hogy a jegesedés a Yosemite völgy kialakulásának fő tényezője, nehéz megmondani, hogy mikor haladt át az első gleccser a völgyön. Mert a gleccserek természetüknél fogva minden korábbi gleccsernyomát eltüntették. De a gleccserek mégis hagytak egy nyilvánvaló nyomot maguk után, a gránitfalakat, amelyek a jégpusztítása nyomán csupaszon maradtak. A völgy kialakulásában szerepet játszó gleccserek mai tudásunk szerint 1 millió évvel ezelőtt jelentek itt meg. Ez volt az első gleccser, ami a Nagy Sierra felől a Yosemite völgybe ereszkedett. Az utolsó gleccser 15-20 ezer évvel ezelőtt jelent meg a Yosemite völgyben. És ma, amikor felnézünk a gránit sziklákra és kupolákra, könnyen elkövetjük azt a hibát, hogy állandó, változatlan képződményeknek védjük őket. Ha közelebbi pillantást vetünk rájuk, látható, hogy az erők, melyek ősidők óta formálják a völgyet, még ma is dolgoznak. A víz ugyanúgy beszivárog a sziklák repedései közé, megfagy és kődarabokat tör le. A gravitáció ma is leszakít szikladarabokat. Összegezve, a Yosemite Park ma is formálódik. A Yosemite egyes részein még ma is megtalálhatók a gleccserekre utaló bizonyítékok. Habár a jég teljesen kitöltötte a völgyet és lecsupaszította falait, az erózió folyamata nem állt meg. Ezért a csiszolódás nyoma ma már nem látható. Most azon kevés helyek egyikén vagyunk, ahol megtalálható a sima gránit felületet végigkarcoló jégnyoma. Ezen kívül láthatunk még barázdáknak nevezett egyenes vonalakat, melyek jelzik a gleccser haladásának irányát.
1200 méter magasságban az El Capitán sima falai testesítik meg a jég minden misztériumát és erejét. A természet képességét, amivel megalkotta Észak-Amerika leglenyűgözőbb gránit monolitjait. A phoenixi tanár Eric Weinmeier vak. Így nem láthatja maga körül a megannyi szépséget. De érzi. Azt hiszem, elég sokat tanulok a sötétben. Ugyanis sok mindent meg tudok csinálni kézzel, amit más a szemével csinál. Ha belegondolunk, tapintással is egyfajta képet nyerhetünk valamiről. Meg tudjuk, hogyan nézhet ki, milyen a formája. Így gyakorlatilag ugyanott vagyunk. Eric az egyetlen vakhegymászó, aki meghódította az El Capitánt. A hegymászók az 1860-as években kezdték felfedezni a Yosemite falait, de csaknem egy évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a felszerelés fejlődésével nekiindulhassanak az olyan sima falaknak, mint az El Capitán, vagy a híres, elveszett Nyílhegy. Új technikák segítették a hegymászást olyan magasságokba, amelyeket alig néhány évvel ezelőtt elképzelni sem mert az ember. Bármilyen tapasztalt legyen is egy hegymászó, az átkelés az elveszett Nyílhegyről a hozzátartozó karéra lélegzet elállítóan félelmetes. Idefent szembe kell nézni a veszéllyel és a lélektani nyomással, és erre nem mindenki képes. A felső talumi rétekről a Yosemite Park irányába vízesések tucatjai szállítják az elolvadt havat. Ezek közül kettőt, a Yosemite-t és a Szalagot, a világ legnagyobbjai között tartják számon. Amikor a szél belekap a 200 méter magas menyasszonyi fátyol vízesésbe, jól látni, ahogy a föld felé száguldó vízcseppek egy része el sem éri a talajt. Nagy százalékuk még a levegőben elpárolog. A Yosemite egyes vízeséseitől eltérően, amelyek a nyári hónapokban kiszáradnak, a menyasszonyi fátyol vízesés csak nem egész évben zubog. A Yosemite Nemzeti Park tengerszint feletti magassága 600 métertől a legmagasabb hegyek 4000 méteres csúcsaiig terjed. Ennek következtében a parkban igen sokféle élőhelyet találunk, s ez kedvez a sokszínű vadvilág elterjedésének. Az emberek jól ismerik az olyan fajokat, mint a fekete medve, vagy az összférszarvas, de élnek a parkban olyan kisebb fajok is, mint az amerikai vízirigó, a Steller szajkója, valamint számos kétéltű és hüllő, amelyek kevésbé ismertek, de legalább annyira látványosak, mint a nagyobb fajok. Vadvédelmi erőfeszítéseink nagy része egy fajra irányul, a fekete medvére. A Yosemite Nemzeti Park nagyszámú egészséges fekete medve populációnak ad otthont. Sajnos megtanulták, hogyan fogadjanak el élelmet a parkba látogató turistáktól, és ha egyszer megszerezték az ételt, bármit megtesznek azért, hogy újra hozzájussanak. A tavalyi évben
esetben több mint 350 ezer dolláros kár származott ebből. Ennél fogva gyakran kényszerülünk befogni, elszállítani és néha kilőni a különlegesen agresszív állatokat. A Yosemite Parkot benépesítő számtalan teremtmény közt található a bolygó néhány legősibb életformája. A hegyi mamutfenyő nagyobb, mint egy 20 emeletes ház, és akár 3000 évig is elélhet. Ez egy mamutfenyő toboz, és ebben a tobozban találhatók azok a nagyon-nagyon pici magok, amelyekből a mögöttem látható hegyi mamutfenyő fakad. Ez rendkívül magas fa, a magjai pedig majdnem a legkisebbek a világon a termőfa méretéhez képest. A tobozok számos úton módon kerülnek a földre, és képesek reprodukálni a hegyi mamutfenyőt. Az egyik ilyen megoldást a Douglas mókus, más néven a csikari kínálja. Ez a mókus felmászik a fára és megrágja a tobozok tövét, melyek így leesnek a földre. Azután összegyűjti, és a földbe kis fészkekbe temeti őket. A toboz levelei közül mindig kiesik néhány mag, ami a talajban marad. Így születnek meg azok az igen kicsin sarjak, amelyekből az idők folyamán óriás fenyők lesznek. Így reprodukálja magát a fa. Alig néhány évvel a hegyi mamutfenyő 1852-es felfedezése után favágók özönlötték el az erdőt azzal a szándékkal, hogy minden egyes fát kivágjanak. Egyetlen fa körül 25 ember dolgozott 10 napon át, mire lyukat ásott a hatalmas fa körül, hogy kidöntse. Hatalmas közfelháborodás tört ki. Egy évszázaddal később a megmaradt erdő megmenekült. A fák, amelyek ősei 125 millió évre tekintenek vissza, ma védett növények. Egyikük ez a hatalmas fenyő, melyet úgy neveznek az óriás grizzly. Már akkor is hosszú évszázadok óta pompázott, amikor Krisztus megszületett. Sok ága vastagabb, mint bármelyik fatörzs. Ez a fa összméreteit tekintve körülbelül 4500 köbméter, talán a legnagyobb élőlény a szárazföldön. A fák nagyon fontos részei a Yosemite tájképének és élőhelyeinek. A hegylábak erdeitől egész az alpesi területekig. Itt a Yosemite völgyben sokkal több fa található, mint az természetes lenne. A terület legnagyobb része egykor legelő volt, de a mocsaras területek némelyike visszavett magának belőle. Itt egy fenyő, amelynek úgy tűnik beteg a gyökere. Valószínűleg azért pusztult ki, mert nem bírt a kéregbogárral. Jó néhány fajta kéregbogár élősködhet ezen a fán. Kagylószerű képződmények jelzik a fa törzsén, hogy a fa e pillanatban is haldoklik. De az élet a fa halála után sem szűnik meg. Itt láthatunk egy fenyőtobozt, amiben még benne vannak a magok. Ezeknek a kis szárnyaknak mindegyike egy maghoz tartozik. Különféle zúzmók nőnek a fán. Itt pedig még mindig aktív a rothasztó gomba. Ahogy jönnek és mennek az évszakok, a Yosemite Park hegyei közt úgy múlik el az olyan fák élete is, mint a sárga fenyő. Az egészséges erdők fennmaradása a mókusok étvágyának függvénye, amelyek megeszik és a föld alá juttatják a fenyőmagokat. De van egy ennél is nagyobb természeti erő, amely meghatározó e hatalmas fák születési és növekedési folyamatában. A tűz.
A rendszeres tüzek elengedhetetlenek az óriás fenyők egészsége szempontjából. 1996. augusztusában egy villámgerjesztett fékevesztett tűzvészt a Yosemite Parkban, amely két hónapig tombolt megállíthatatlanul. Ma már tudjuk, hogy ez biológiailag hasznos volt az erdőnek. Hihetetlen bőségben születtek újjá a növények, s velük együtt az állatok. A tűz gyakorlatilag évek óta nem látott növények magjait pattintotta fel. Ezért hangsúlyozzák az ökológusok az ellenőrzött tűz szerepének fontosságát az erdők egészségének megőrzésében. A tűz évszázadok óta része a Sierra Nevada-i ökoszisztémának. Amikor 1890-ben megalapították a Yosemite Nemzeti Parkot, az alapgondolat az volt, hogy minden tűz rossz. Így a parkőrség minden tüzet eloltott, tekintet nélkül arra, hogy hol és hogyan keletkezett, vagy mi volt a tűz forrása. A 60-as években azonban rájöttünk, hogy a tűz nagyon fontos része az ökoszisztémának, és meg kell őrizni, nehogy az ökoszisztéma megváltozzék. Tűz hiányában ugyanis az történt, hogy az erdő nagyon sűrűvé vált, olyanná, amilyet itt látunk. Mindenütt fák nőttek, éghető anyag halmozódott fel a földön, és olyan körülmények alakultak ki, melyek elkerülhetetlenné tették a tüzet, amely ekkor már fékezhetetlen volt. Ha visszavisszük a tüzet az ökoszisztémába, visszaállítjuk az egyensúlyt. Bizonyos fák tovább nőnek, mások nem. Például ezt a mesterséges tüzet úgy tervezték, hogy az ekkora fák túléljék, de a fele akkorákat elpusztítsa. Ezzel az eljárással képesek vagyunk ritkítani az erdőt, a tűzre bízva a műveletet. A fennsíkokon, a tulomi legelők közelében természetes tűzprogramokat indítottunk, a villám gyújtotta tüzeket magukra hagyjuk, hogy megfelelő feltételek közt éljenek. A nemzeti parkok létrehozásának alapgondolata Amerika természeti kincseinek megőrzésére irányul, melyet egy szóval így neveznek biodiverzitás. Ezeket a fákat a folyóparton tépte ki az ár, amely a közelmúltban száguldott végig a Merced River Canyonon. Ez csak egy esemény azok közül, amelyek kialakították a Yosemite flóráját és faunáját. Tűzvészek ezrei perzselték végig a tájat, és megszámlálhatatlan gleccser csiszolt a simára, s mindennek eredményeképpen létrejött ez a gazdag biodiverzitás. Kaliforniában több mint 6000 növényfaj él, és legalább egynegyedük a Yosemite területén. Az Észak-Amerikában található madarak egyharmada itt a parkban talál. Meg. A park ezen kívül otthont ad néhány rendkívüli élőlénynek is. Az egyik ilyen élőlény egy kis szalamandra, ami úgy néz ki, mint egy sétáló gránit darabka. A neve Lyle-hegyi szalamandra. Ez a faj a letűnt idők tanúja, amikor hűvösebb, nedvesebb klíma uralkodott a környéken. Az ős állatok, amelyek leszármazottai ma is a Yosemite Parkban élnek, egy letűnt kor erekéi. De az őslakos emberek, akik évezredek óta otthonuknak tekintik a Yosemite-t, tovább hatnak mindazokra, akik idejönnek. A mivókok hagyományai és még létező táborhelyei az ember és természet harmóniájának megtestesülései. Jay Johnson még emlékszik arra, milyen volt felnőni a Yosemite völgyben. Ő az utolsó mivok indián, aki egész életét a völgyben élte le. Hitünk szerint őseinket, az Avanicsiket itt teremtették, a Yosemite völgyben. Most a kör alaprajzú szertartás kunyhó előtt állunk, amit henginek nevezünk. Számos célra használtuk, hagyományos táncok alkalmával, ünnepi összejövetelekre, valamint társadalmi eseményeken. A völgyet négy évezreden keresztül benépesítő indiánok számára a Yosemite egész területe szent volt. Avanicsiknek nevezték magukat, az Avani völgy jelentése pedig a nyitott száj helye. Az Avanicsi a dél-szierrai mivok törzs egy kis csoportja volt. A mivok kultúra áthatotta a Yosemite-t, hagyományai részben a művészet, részben a lelemény szülöttei.
Most éppen arra használom ezt a habkövet, hogy a lehető legfinomabbra csiszoljam vele a cédrus felületét. Az Avanicsi indiánok vadászó gyűjtögető életmódot folytattak ezen a helyen. Itt láthatunk néhány vadászathoz használt fegyvert. A Monolék medencéből származó obszidián nagyon fontos csereáru volt. Az obszidián, amit vulkáni üvegnéven is ismerünk, nyílhegyek alapanyaga volt, valamint késeké és más vágószerszámoké. Bár néhány eszközt a Nagy Sierrát átszelő kereskedelmi útvonalakon hozattak be, a mivokok a völgyből merítettek szinte mindent, amire szükségük volt. Itt állunk a létiglegelő szélén a Yosemite völgy vagy fél tucatnyi rétjének egyikén. Ez a napos, helyenként nyírkos rét nagyszerű táptalaj ennek a növénynek, az indiai kendernek. Olyan nagy mennyiségben terem, hogy az évnek ebben a szakában az indiánok könnyen le tudták szüretelni közvetlenül azután, hogy a levelek lehullottak róla. Ezután levágták a növény szárát, de nem húzták ki a földből, mert így a gyökerekből a következő évben új növény sarjadt. De vesszők ezreit vágták le és szárították néhány napon át, majd vágták csíkokra és használták a rostokat kereskedelmi célokra. Ez nagy hasznot hozott nekik, amikor elcserélték a pajutokkal, a jokutokkal és más közelben lakó törzsekkel. A mivokok egy helyi növényt használtak egy gyönyörű és hasznos tárgyak elkészítéséhez. De társadalmuk legfontosabb eszköze a zsinór volt, amelyet erős kenderrostból fontak. Rendkívül erős, könnyű húzni, és igen jól használható a hídépítésben, házépítésben, ruhamadzagnak és mindenfélére. Kétségtelenül sokkal fontosabb volt az íjaknál és nyilaknál, mi több, kosarat is lehetett vonni belőle. A mivokok megtalálták a tökéletes egyensúlyt a természettel, de a 19. század közepére életmódjuk veszélybe került a messziről jött idegenek beáramlása miatt. Az 1860-as évekre egész Amerikában elterjedt a Yosemite völgy szépségének és természeti forrásainak híre. Újonnan jött hírneve hanyatlását is hozhatta volna. Egy férfi, egy skót költő, felfedező és aktivista, John Muir volt az az ember, aki erőteljesen érvelt Washingtonban a völgy védelme mellett. Muir 1868-ban érkezett a Yosemite völgybe. Ebben az időben már nehéz volt kikényszeríteni a völgy hivatalos védettségi státuszát. De Muir eltökélte, hogy változtat ezen. Csupán egy sétára indultam. De egy nap a Sierrában találtam magam. És úgy döntöttem, hogy napnyugtáig kint maradok. De a kintmaradásból végül ittmaradás lett. Oh, áldott Sierra! Hasonlítsuk össze, ha egyáltalán lehet, a nagyvárossal. Hasonlítsuk össze a holt járdán való ballagást az élő, élő sziklán való barangolással, ahol érezhető elektromos szikra pattan minden egyes léptem nyomán. És hasonlítsuk a holt járdát a puha, mohás mocsarakhoz, a lilium szálakhoz és a lábszárt simogató harangvirágokhoz. Mondd meg, mit akarsz nyerni a városi civilizációtól, az utcák édes biztonságából, amikor itt vagyunk,
ahol Isten oly bőkezűen méri csodáit. Nos, tudom. Tudom, hogy testünk arra készült, hogy csak tiszta levegőt szívjon olyan helyeken, ahol az bőven található. Ha nem tudjuk megszilárdítani magunkat, erdeink és nemzeti parkjaink folyamatos támadásoknak lesznek kitéve a legkülönfélébb rablóktól, elnököktől, szenátoroktól, városi felügyelőktől, gátépítőktől, akik mohóságuk kielégítése céljából fosztogatják természeti forrásainkat. Egy fát egy bolond is ki tud vágni. Hiszen a fa nem tud elfutni. És ha el is tudna, akkor elpusztítanák. Üldöznék és becserkésznék, mindaddig, amíg az utolsó dollárt is ki nem facsarták belőle. Létre kell hozni olyan helyeket, ahol minden természeti lény menedéket talál. Mert talán ezek lesznek az utolsó helyek, ahol az emberi lélek megnyugvásra lel. Miur Yosemite megmentésére indított kampányát számos idesereglő festő és fényképész segítette. Olyan művészek, mint Albert Bierstedt, Carlton Watkins és William Keyes. A megszámlálhatatlan tájkép képeslap formájában árasztotta el Amerikát. 1890. október 1-én eldőlt a harc. A Kongresszus Nemzeti Parkká nyilvánította a Yosemite völgyet Amerikában és egyben a világon másodikként. 1920-ig 1 millió turista látogatta meg a parkot, sokan automobillal érkeztek. E korai vendégek közé tartozott egy ifjú fotóművész, Ansel Adams. Adams 1920-ban költözött ide, és 1984-ben bekövetkezett haláláig fényképezte a parkot. Évi 5 milliós vendégseregével a Yosemite Park az egyik leglátogatottabb hely a világon. Egy hely, ahol az élet tovább folytathatja szövevényes játékait, szenvedélyes burjánzását. Ahol a geológiai erők folyamatos meglepetésekről gondoskodnak, ahol szabadon szárnyalhat az emberi képzelet, és ahol egy szippantással teleszívhatjuk magunkat az amerikai vadon egész történelmével. A Grand Canyon, a Yellowstone és a Yosemite. A teremtés eme élettel és mélységgel teli mesterművei felejthetetlen betekintést nyújtanak számunkra az anyatermészet rejtelmeibe. Amerika nagy nemzeti parkjai nem engedik, hogy elfeledjük kapcsolatunkat a természettel. Mindig tanulhatunk tőlük. Létre kell hozni olyan helyeket, ahol minden természeti lény menedéket talál, mert talán ezek lesznek az utolsó helyek, ahol az emberi lélek megnyugvásra lel. Rendezte Gino Tanasescu és Pierre de Lépinois. Írta Michael Tobias. Narrátor Végvári Tamás. A magyar változat munkatársai Bajomi András, Levacsics Péter, Siklós György, dr. Tarján Miklós, Varga Marian. A szinkron a Premier Média megbízásából a Yellow Stúdióban készült.